Sokszor köszöntem én az iskolának, mely tavasz végén elcsendesedett. Az ablakok s a termek visszavárnak, nyelven hegyén reszket a felelet. Sokszor gondolok kipirult arcomra, ahogy benyitok, s a padban ülök. Elfulladok, elmém ekértés nyomja. Mi lesz velem, ha egyszer felnövök? Sokszor búcsúztam én az iskolától, de felnőtten is visszatértem én. Tengerek hívtak, láttam, a víz lángol, vörös alkonyban úszott a remény. Bejártam már a naprendszer bolygóit, mint fantasztikus regény utasa, de hallottam, a kisiskola szólít. Siessek vissza, siessek haza. Évtizedek kísérnek, s valahonnan vékonyka hangon szól egy kisgyerek. Én szólok-e, vagy csupán visszhangom? Szorongva nézek, s félbe felelek. Az iskolának búcsút sosem mondtam. Ő hívott engem, és én hívtam őt. Kapuja előtt állok égő gondban, s nézem az égig hullámzó időt. Thank you.
Nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatérni, beteljesülni, és felfedezni mindazt, ami a miénk. Kedves hunyadisok, tisztelt vendégeink, Pilinszky szavaival köszöntöm mindazokat, akiket egy bizonyos kapocs fog össze, a Hunyadi. Az idő múlásával a kapcsolatok általában gyengülni szoktak. De ez a kiváló közösség ezt nem hagyja, és tagjai időről időre találkoznak egymással. Ezt mutatják a szeretetteli bejegyzések, megemlékezések az iskolai emlékkönyvben, és az évről évre ismétlődő osztálytalálkozók. Ez a mostani alkalom azonban egészen különös, hiszen az idei tanévben 60 éves a Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium. Nem tudom, mikor jön el egy iskola életében az az időszak, amikor úgy kezdik emlegetni, hogy a nagymúltú gimnázium. Azt azonban bizonyossággal tudom, hogy az elmúlt 60 esztendő megérlelte azt, ami maradandó, ami értékkel, élettel teli, és útközben elhagyta mindazt, ami idejét múlt. Köszönet illeti azokat, akik az 50-es évek elején felismerték a szükségességét annak, hogy az ország déli végén Bácsalmáson is biztosítani kell a középfokú oktatás lehetőségét a helyi és környékbeli fiatalok számára. Hittek abban, hogy ez a gimnázium jól fog működni. És vállalták az iskola alapítás keserves, gyönyörű feladatát annak minden felelősségével együtt. Ők nem csak megálmodói, hanem megvalósítói is voltak ennek a nagyszerű gondolatnak. És természetesen köszönet illeti a pedagógusokat, a gimnázium egykori tanárait is, akik ezt személyes példamutatással szolgálták. Sokkal tartozik az iskola és a város azoknak, akik vállalták a kihívásokat, és akiknek a legnehezebb időkben is volt erejük hitet sugározni tanulóikba. Jó kertészként ápolták a palántákat, féltő gonddal figyelték, hogyan csírázik a mag, hogyan erez gyökeret a fa, hogyan bontja szirmait a virág. Mert jól tudták, a gyümölcsfa, ha helyesen gondozzák, az adott időben meghozza termését. És mondhatjuk, a jó kertész büszke lehetett a termésére. Nem volt könnyű a kezdet. 1953. szeptemberében az elemi fiúiskola épületében két osztállyal, 93 tanulóval megnyílt az általános gimnázium. A megyei, a járási és a községi tanács a legszükségesebb szemléltető eszközöket, berendezéseket, könyvtári és szertári felszereléseket vásárolta meg. Az akkori szülői munkaközösség is több ezer forintos hozzájárulással gazdagította az iskola felszerelését. Az első évben óraadó általános iskolai tanárok tanítottak. De az 1954-es, 55-ös tanévtől lassan összeállt a kis létszámú fiatal tanári testület. 1955-től már menzával összekötött tanulószoba is működött. 1956-ban volt már színjátszó és néprajzi szakkör, és az iskolai eseményeket a fotószakkörök örökítették meg. 1956 tavaszán a megüresedett határőr laktanyát átadták a gimnázium számára, ahol azóta is működünk. Némi átalakítás után még azon az őszön átköltözött az iskola. A tantestület és a tanulók emberfeletti munkát végeztek, hogy berendezzék, belakják, megteremtsék új iskolájukat. Ekkor a Nándorfehérvári Diadal 500 éves évfordulója emlékére vette fel az intézmény a Hunyadi János Gimnázium nevet. Ez volt hát a kezdet. A változásokat, a későbbi társadalmi történelmi eseményeket
Egyetlen egy iskola sem élhette át úgy, mintha mi sem történt volna. Természetesen nem volt kivétel ez alól a Hunyadi sem. De az élni akarás, a hivatástudat, a megmaradás vágya minden akadályt legyőzött. Megedződött, megtanult élni, sőt, túlélni, még a déli határ mentén is. Egy ilyen évfordulót ünnepelve különös érzés szállja meg az embert. Valamennyünket büszkeség tört el, ha arra gondolunk, hány gyerek indult innen az életbe. És egy évforduló mindig kiváló alkalom arra is, hogy visszatekintsünk, számvetést végezzünk. Hányan végeztek ebben az iskolában 60 esztendő alatt? Hány kiváló és jeles vizsga eredmény született? Hányan értek el kiemelkedő helyezést megyei és országos versenyeken? Hány tanulót vettek fel felsőoktatási intézményekbe? Hány orvos, jogász, tanár, mérnök, gyógyszerész, közgazdász lett diákjainkból? Hányan tettek sikeres nyelvvizsgát? Hányan futottak be sikeres közéleti pályát, s vált belőlük államtitkár, tanszékvezető, kormányfő tanácsadó, művész, újságíró, és még hosszan sorolhatnánk mindazokkal együtt, akik mind helytálltak az életben, és lettek munkájuk mellett tisztes családapák, gyermekeiket becsületben nevelő családanyák. Mi, maiak, büszkék vagyunk mindazokra, akik állták változó világunk és sorsuk megpróbáltatásait, mert hitték és tették, ami az Alma Mater falai között beléjük kivódott. Hogy az ember hivatása az, hogy megismerje az igazságot, szeresse a szépet, kívánja a jót, és legfőképpen cselekedje a legjobbat. Felsorolhatnám nagyszerű eredményeinket, de mindez puszta statisztika lenne, anélkül az igazi és fontos tartalom nélkül, amely azonos a személyekkel, valamint azokkal az álmokkal, vágyakkal és tervekkel, melyeket tanulóiban motivált, táplált ez az iskola, amelyeknek jó táptalajt adott az iskola magas szintű tevékenysége, embernevelő, nem csak ismereteket, hanem kultúrát és emberséget is adó munkája. Akik ide jártak, azok számára a Bácsalmási Hunyadi János gimnázium nem lehet egyszerűen csak egy a sok közül, hiszen ők itt töltötték fiatalságuk talán legszebb esztendeit, és itt kapták meg azokat az alapokat, amelyekre ráépíthették egész további pályafutásukat, egész életüket. Nagyszerű dolognak tartom, és köszönöm, hogy olyan régi tanítványok is eljöttek a jubileumot velünk együtt ünnepelni, akiket az élet innen messzire sodort, és akiknek talán már elfogytak a bácsalmási családi kapcsolataik is. Az, hogy mi most együtt tisztelgünk a gimnázium 60 éve előtt, azt mutatja, hogy boldog birtokosai lehetünk egy olyan közösségi szellemnek, egy olyan közösségi érzésnek, ami 6 évtizeden átívelt, és az idő és a távolság ellenére is elevenen él mindannyiunkban. Miért? Mert van valami, ami egyformán fontos valamennyiünk számára, akik itt ülünk. Az ifjúság meghatározó helye és élménye a Hunyadi. Mert az, aki valaha is ide tartozott, az meghallja a hazahívó szót. Bármilyen messze legyen is, az odáig hangzik, mert mindannyiunk lelkében ott szunnyad. S ahányszor sajogni, dobogni kezd, akkor jönni kell. És hogy ez így van, azért köszönet illeti a gimnázium mindenkori tanárait, akiknek oktató, nevelő munkáját az a biztos tudat irányította, melyet Kodály Zoltán így fogalmazott meg. Csak boldog gyermekekből lehet boldog felnőtt.
és csak boldog felnőttekből lehet boldog ország. E boldogság kulcsa pedig a pedagógus kezében van. Ünnepelni jöttünk össze, és az ünneplés napja mindig szebb, mint a többi. Az ünnep egyfajta közösségi varázslat, amelyen megkíséreljük egy pillanatra megállítani és összesűríteni az időt. Ilyenkor átérezzük a szeretetet, a hálát, a tiszteletet, a bizakodást, az örömöt és az optimizmust. Ugyanakkor nem titkolhatjuk, fájdalmat is érzünk ilyenkor. Mert az évek múlásával egyre többen hiányoznak mellőlünk, közülünk. Viszontlátásra mondom és megyek, robognak vonatok és életek. Bennem, legbelül, valami remeg. Mert nem tudom, sohasem tudhatom, szoríthatom-e még azt a kezet, amit elengedek. Reményik Sándor sorai szerepeltek egy korábbi jubilámi meghívó elején, és az azóta eltelt idő sajnos igazolta az idézett gondolatokat, mert a kollégák, egykori tanárok és diákok közül ismét vannak, akik nem lehetnek itt, és már csak odafentről ünnepelhetnek velünk. A 60 év történelméhez, történetéhez, eredményeihez és eseményeihez, az iskola szellemiségéhez ők már örökre hozzátartoznak. Kérem, hogy most felállva, elismeréssel, hálával, tisztelettel és szeretettel rájuk emlékezzünk. Örökre szépen, újból.
jó együttűnek válni, jó érezni a közösség összetartó erejét, jó együtt lenni és közösen visszaemlékezni. Jó tudni azt, hogy az otthonainkon kívül is van egy hely, ami visszavár, ahová bármikor vissza lehet térni, ahol közös emlékeinket őrzik a falak, ahol a tablók közsétálva életre kell állnunk. Szinte halljuk a régi hangokat. Történetek villannak fel emlékezetünkben, és ettől újra kisimul a lelkünk. Ünnepelni jöttünk össze, és az ünnep annyit ér, ahányunk számára fontos, és addig tart, amíg betölti gondolatainkat, érzéseinket. A közös ünneplés, igen, visszahoz valamit a múltból. Életre kelti az ifjúkori hitet, az arcokon felderül az ismerős régi mosoly, és szemünkben felcsillan a régi fény. A közös emlékezés segít nekünk abban, hogy felnőtt fejjel is álmodjunk. Álmodjunk a békéről, mely bőségben növekedik. Madarakról, melyek tiszta levegőben szárnyalnak. Halakról, melyek tiszta vízben úsznak. Gyermekeinkről, akik örömben élnek. Álmodjunk olyan férfiakról és nőkről, akik jól érzik magukat együtt, és olyan emberekről, akik átölelik egymást, bármi legyen is hitük vagy vallásuk. Arról álmodjunk, hogy a fajok megbecsülik egymást, mert tudják, hogy az emberi fajt a különbözőségek alkotják. Együtt vagyunk egy egész. Csak együtt tudjuk megcsinálni. Mert az álom, amelyet egyedül álmodunk, csupán csak álom. De az álom, amit közösen álmodunk, az valóság. Kívánom, hogy még sok jeles évfordulót ünnepelhessünk így együtt. Jó iskolánk, éldj meg, virulj, légy fénylő, tiszta, nagy, következz, lüktessen az ifjú élet, ezer meleg szív, ezer büszke vagy. Nemes tanárok, sok nemes tanítvány hírét növeljék, e tisztes falak. Boldog születésnapot, Hunyadi János Gimnázium! Boldog születésnapot, hunyadisok! Thank you.
felkérem Bányai Gábort, országgyűlési képviselőnket, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnökét, tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves katonaasszony, tisztelt plébános úr, kedves bácsámásiak, idősebbek és ifjabbak, 60 innen és 60-on túl köszöntöm őket nagy tisztelettel, szeretettel. Mielőtt a köszöntőt elmondanám, először megköszöntném a vasárnapi bizalmukat, amivel ismét segítettek abba, hogy az önök városát is a Magyarország is képviselni lesz módon, és mindazokat szeretném biztatni, akik bizalmát nem kapottam még meg, hogy meg fogjuk szolgálni és meg fogom szolgálni későbbiekben a bizalmukat, mert bácsalmásnak barátja, már nem lakója, nem polgára, de barátja is, hogy az a szomszédja szeretnék lenni minden tekintetben. Bár nem a tűnökacát nem látom, mert olyan erős fény én a szememben, hogy szinte vakít, napszöveg is kéne lassan a szememre, mert ki fog sűrni a retinám a végére, de majd ebben a tanár úr megmondja, hogy mi a megoldás a retina gyógyulásra. Én szeretném önöket biztatni arra, hogy a mai nap és az elmúlt heti események, az iskola alapítása körüli heti nagyon szép események mellé, miután igazgató asszony a múltról beszélt, én szeretném önöket a jövőbe elvezetni egy-két mondattal, és szeretném önöket biztatni arra, hogy mennyire jó, hogy a negyedik nemzedék kezdi el, vagy kezdtem már el a nyugdíj gimnázium padjait koptatni. Tudjuk, hogy vannak Magyarországon 500 éves középiskolák, vagy attól idősebbek is, megyébe is több, mint legalább kettő nagymúltú református gimnáziumban, akár a Szilárdi, akár a Kecskeméti református kollégiumról gondolunk, akik már 400 éven túl vannak, és küzdenek gyakorlatilag a legidősebb iskola címért. Ezek mind nagyon szép számok, nagyon szép múltra rendelkező iskolák, de attól, hogy valakinek csak még 60-es az iskolája, az nem jelent semmiféle negatívumot. Én bátran merem mondani azt, mert tapasztaltam, hogy ebből az iskolából kikerült kollégáim, barátaim, akik az ország bármely pontján, sőt akár a világ bármely pontján megállják helyüket, nagyon jó nevelést kaptak. Kevés olyan gimnázium van itt a megyében is, tehát az országban is, ahol számtalan és ilyen sok ember tudja megállni a helyét a iskola egykori padkoptatói közül. A Nyíli Gimnázium még nem teljesítette be a küldetését. Mert 60 év az én életemben, az önök életében nem kis távolság, nem kis időszak. Addig az ember számolgatja, hogy hány napja vagy éve a nyugdíjig hátra. Egy iskolát nem szoktunk nyugdíjba küldeni. Egy iskolát, egy gimnáziumot a jövőnek, hosszú-hosszú jövőnek akarunk építeni és akarunk fenntartani. Bár nem fogom megérni a 120 éves évfordulót, addig én is már 105 éves lehetnék, de nem szeretnék olyan sokáig élni, mert nagyon görbeálltó lehetnék, de az iskola akkor lesz még a legnagyobb növekedési pályában a bizalom és a reményeim szerint. Tisztelt kedves bácsamásiak, az önök városa az elmúlt több évtized erőforrás, emberi akarat herdáló időszaka után talán valami más elérkezett. És nem egy elkésett kampánybeszédet akar tartani, de arra szeretném biztatni, hogy miután annyian elengedték kényszerből, vagy éppen örömből, örömmel a gyermekeiket az ország bármely pontjára, én bízom mégis, hogy ez a város a következő esztendőkben, és erre van kerek 7 esztendőnk, és nem tudom, hogy a 7 szűk, vagy a 7 bő, de most én a 7 bőbe gondolkodom, nem azért, mert az a posztom, hogy nekem bizalommal kell fordulni jövőre, de látok esélyt arra, sőt, ha ők akarják, és akár mellém, vagy a kollégáim mellé szegődnek partnerül, akkor nem csak a várost, hanem a gimnáziumot is meg fogjuk tudni erősíteni, talán a régi bácsadás dicsőségét és fényét tudjuk visszahozni. És a gimnáziumnak ebben óriási szerepe lesz. Hisz a kiművelt emberfő még 15-es korában nagyon formálható. Nem beszél a korábbi évekről. És amiatt, hogy ez a város meg kell alapozza a mostani polgárság, meg kell alapozza a következő évtizednek
azt a rácsapását, amely képes lesz fenntartani, eltartani, megerősíteni a családjait, a közösségeit, nemzetiségeit, iskoláit. Ez a város és önök, a lakója polgárai, ha összefognak, ha az iskolái is persze összefognak, akkor nem fog megtörténni az, ami engem próbáltak persze vádolni az elmúlt években, hogy a Bányai Gábor el akarja vinni a Hunyadi Gimnázium rácsapásra. Nézgettem a képet, a régi, meg a megújított iskola képét itt a kivetítőn, és gondolkodtam, hogy a traktoron melyik kerekére villám, vagy melyik felfüggesztési villám föltenni, hogy elvigyem mondjuk az önök városából, mert ugye ez az egyik nagyon súlyos vádért korábban, hogy én be akarok szüntetni, hatalma se lett volna hozzá, nem volt rá hatalma, nem is akartam volna, az önök gimnáziumot elvigyük innét. Ez a gimnázium akkor lesz itt 60 év múlva is, ha lesznek bácsalmasi családok, akik gyermeket vállalnak, akik képesek lesznek arra, hogy fenntartsák a városokat, és ezáltal a gimnáziumot. Ezen fog múlni. Nem rajtam, nem egy otthonszonyom, azon fog múlni, hogy lesz-e annyi életerő bennünk, hogy bácsalmáson is, hogy fenntartsuk a városunkat és a gimnáziumunkat. Valójában nagyon kevés információt lehet az interneten megtalálni bácsalmásról és a térségünkről is. De gondolják el, hogy majd 300 éve, amikor Patocsi Gábor érsek újra kezdte telepíteni egykoron a ma már Felsőbácsának nevezett térséget és a alattunk lévő újvidéki tartó térséget, gondolják el, hogy mi volt itt. Én pontosan két év ezelőtt, amikor folytak a vízhálózat építései a Mátételki Bácsás csatorna partján, értem belőször, járhattam a régi almás, az óalmási területen is, azon dombos sétáltam, ahol a templom volt régebben. Rengeteg követ, emberi csont maradványt találtunk, és azokon járattam, hogy éppen buzatermő terület volt. És megdöbbentő élmény egy sok száz éves múlt tájékán is annak földjén lépkedni, és látva azt, hogy ott volt az önök előző települése, és a később a mérnökök idehozták, hadimérnökök a mai városokat, és én 25 év ezelőtt, mikor életem először rá is felnőtt fejjel, kismotorral átevickeltem Jánoshalmáról a Mékúti útjukon, akkor még jó volt az út, nem olyan, mint most. Végig tudtam döcögni a kis Simpsonommal is, éppen a apától teljesítő akkori Mikál Pálnak az ötteni beszélgetésre, mert papnak akartam menni, de szerencsére nem az lettem, ennek főleg a felségem örül, és akkor döbbentem meg, hogy ennek milyen szép városok van. A széles utcák, a gyönyörű nagy polgári házak, a szép városközpont, a kicsit csúf városházával. Egyébként egyik legszebb városunká tette, akkor éppen akkor, hogy városnyitás idején épp vagyunk, akkor 89-ben tette ezt a várost. Ez egy szép hely, egy gazdag hely, aminek még mindig van, hogy mondottam, a szemembe és a lelkembe jövőképe. Én szeretném neked biztatni arra, hogy ennek a nagyon szép helynek, ennek az otthonnak, ennek a hazám, kis hazának, bácsalmásnak, a jövőjére ott a lépcsősoron ülő kedves fiatal hölgyek és urak is itt mellettem, mögöttem állókat is biztatva, segítsünk azzal, hogy össze fogunk fogni. Bárhonnét jöttünk, bármit hiszünk. Össze fogunk azért, hogy ez a város ne fogjon tovább. Hisz duplákor lakossága volt ennek a városnak, mint ami most van, mondjuk 50 évvel ezelőtt. Én szeretném biztatni őket arra, hogy ez a Bácska az a mi vidékünk, ahol mi ide születtünk, vagy itt születtünk, itt nevelkedtünk és itt akarunk megöregedni. Ennek a felemelésére, ennek a megújítására, igenis, még egyszer mondom, csak utoljára fogom ezt mondani, van 7 kerekesztendőnk. Utána már nem lesz újabb 7 kerekesztendő, ezért én őket arra biztatom, hogy találják meg azokat, akik akarnak, neveljék azokat, akik szeretnének a városért sokat tenni, a városért megalapozni, akár helyi döntéshozóként, akár helyi vállalkozóként, vagy később ide települő vállalkozóként. És üzenem az innét előzőtek számára is, az a messzi Németország környékére, hogy aki tud, az most jöjjön haza, bácsalmásra, mert érdemes lesz. Van idő rá, hogy érdemessé váljon ide visszatérni mindenki, aki elment, és biztatom azokat, akiknek van ereje hozzá, tőkéje is van hozzá, hogy velünk együtt építsük olyan bácsánat. Kedves igazgatóasszony, én köszönöm a bizalmát azért is, hogy
nem tudván, hogy mi lesz a múltvasárnap, hogy megkaptam ezt a felkérést és meghívót a mai napra, ez külön nagy becsben a szívemben. Én arra visszatom önöket, hogy ha kell segítség, bármilyen segítség, akkor nyugodtan, mint hogy eddig is meg tudtuk beszélni, kérnek tőlem, ha tudok, erőmhez mérten segíteni kívánok, hiszen a dolgom. És például bácsán másiak, önöket nem arra biztosan elmondtam, mert kétszer, megköszönöm a bizalmukat, a tőlem pedig végighallgattak, szeretném zárszóként fejükbe idézni azt, hogy már mondtam, mert beszéltem róla, az önök városa egyik legszebb település Bács-Kiskunhalyében. Az önök városa Bácsalmás, az egyik legerősebb alapokkal rendelkező város még mindig. És tudják miért? Mert önök itt maradtak. Szépek az utcák, gyönyörűek a földek, gyönyörű a templomuk, minden egyébként, mint díszlet, megvan ahhoz, hogy éhezzen. De a legfontosabb az az erő, a megmaradt erő, ami fönntartja ezt a várost, és nem az adóforintok, nem a különböző helyi döntések, hanem az önök tudása, munkája, gyermekei, unokái, családjai. Önökön fog múlni, ahogy mondottam, a gimnázium, de az általános iskola is, az óvodák, a bölcsőde, és mindennek a fönnmaradása, és arra kérem önöket, hogy ne csak feltétlenül azon gondolkodjon, hogy milyen rossz most nekünk, mert a szegénység, a problémák, a elhedelt lehetőségek korszakát éljük, ezen is lehet gondolkodni, de ezen már túl kell lépni. Vessék önök is a hátukat, akár az én hátamhoz, akár más hátához, és húzzuk ki egymást, itt a bácskai embereket, Bajától Tompáig, benne Bácsalmással, a bajból, a nehézségből, és higgyék el, 60 év múlva egy másik iskolavezetővel, egy másik képviselővel, egy másik polgármesterrel, más plébánossal, más arcokkal, de lesz mit ünnepelni a 120. évfordulón, lesz mit ünnepelni ennek a városnak. Én kívánom, hogy ez a 60 év, ami most jó számon 2074-ben elkövetkezik, Bácsalmás arrendkornak nem a végét, hanem egyik szakaszát takarja majd. Bízom abban, hogy az itt lévő fiatalok, akik akkor még talán csak 71 pár évesek lesznek, visszajönnek az iskolákhoz, mint tanárul és a többi nagyon felkészült és nagyon sokat, az országot nagyon sokat tévő Bácsalmás, egykori Bácsalmás ember, és meg fog ünnepelni a sikeres 120-es iskolát, meg fog ünnepelni a sikeres, lassan már akkor 350 éves Bácsalmást. Kedves hölgyes uraim, még egyszer köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a szép műsort is, ami még mögöttünk van, még előttünk van, remélem, hogy tényleg mindenki számára a szívünket megmelegeti, megsimogatja. Kívánok minden Bácsalmásnak sikert, gyarapodást, gyermekeket, unokákat, és kívánok mindenkinek jó szomszédokat itt, és persze a szomszéd faluban, városokban, és ha nem sérti az önök számára, remélem nem, a Jóisten összes áldását kívánok az önök fejére, munkájára, tehetségére, családjára. Isten értesse és óvja a Bácsalmásokat, Isten értesse a 60 éves Bácsalmási Medi János Gimnáziumot. Köszönöm a figyelmüket! Hey.
Ház folyosója sarkán, zsibongva, fürgén, tavaszias tarkán, mennek előttem a fiatalok, a lépcsőfokot hármával ugorván. Köszönnek, annak rendje módjaképpen, tudják, ki vagyok, hisz ott lóg a képem, valahol egy falon a folyosón, rég volt tanárok képei körében. Amint egyik másikkal összenézek, elnehezülnek vállamon az évek. Olyan avultnak érzem magam, mint egy elszürkült történelmi képet. De én kilépek rozsdás keretemből, s szürkült kezemmel, nem szürkült szívemből, áldást intek a sietők után, atyai áldást a történelemből. Meghalljátok-e a múltbeli áldást, kik a holnaptól várjátok a váltást? Mindegy, megfogam, hallatlan is érzem a nagyapai Istenhez kiáltást. Dús örökséget nem adhat apátok, csak ami voltam, azt hagyom rátok. De hogyha Isten adja, megfogam, boldog lesz tőle késő unokátok. Csak ami vagyok, azt, hogy szépen éltem, igaztól, jótól, széptől sose féltem. De ami nem szép, ami nem igaz, azt is, most is értem. Megértem azt is, aki nem ért engem, tudok ölelni múltat a jelenben, és akarom ölelni a jövőt, s szolgálatára magamat jelentem.
szolgálatára Istennek, világnak, nagy Istenemnek, kicsike hazámnak, vén magam helyett örökösökül, fiúk, fiaim, titeket ajánlok. Felkérem a gimnázium elsőként végzett évfolyamának két egykori diákját, dr. Csóti Viktóriát és dr. Csépalvai Ignácot, kössék fel a gimnázium zászlajára a jubileumi szalagot. Úgy nőttünk fel itt, észrevétlen. Nem volt egy kubintás piramis körülöttünk, se tenger, se márvány obeliszk, és hajót nem láttunk soha, se nagy hidakat, és nem jutott nekünk egy marék sivatag, araszni oázis, pám. A megváltozott világ, jaj, messzi volt tőlünk, messze. Fagyos szelekkel söpört köves útjainkon, csak rozsdás prékrisztusok zörögtek, s kéz nem kötött babért senkinek. Úgy nőttünk fel itt, észrevétlen. Kik jöttünk gyalog egy hajnalon, hallgatagon a resz felől, firtus belől, kiket apáink hoztak messze szekéren döcögve holdvilágos éjjel. Úgy nőttünk fel itt, hogy piramist rakni tanultunk, lóztató székely legények virtusából, s hűségből obeliszkett, hogy tisztesség adassék őseinknek. És kemény hidakat vertünk barátságból, és elküldtük első szerelmek papírhajóit, és lett oázisunk az iskola. Ahonnan világmegváltó hittel indultunk el minden júniusban, fagyos szelekkel söpört új utak felé. És nem tudjuk még, babérra térünk-e meg, de visszatérünk, hogy mindenért tisztesség adassék.
szeretik az ember nagyságát, mert a világ gyönyörű. Fáradjanak fel a színpadon. Thank you.
jelenlétükkel megtisztelték jubileumi emlékműsorunkat. Szeretettel várjuk Önöket a gimnáziumban is, ahol az első emeleten megtekinthetik az egykori és mostani hunyadisok alkotásaiból készült képzőművészeti kiállítást, a második emeleten pedig iskolatörténeti gyűjteményünk várja Önöket. Fogadják meghívásunkat jubileumi gálaműsorunkra is, amely 14 órakor kezdődik itt a színházteremben.